Sziasztok! A mai videóban 10 olyan terméket fogok nektek megmutatni, illetve olyan termékcsaládot, amiket Magyarországon nem lehet kapni, ezért vagy Bécsben talán ez van legközelebb lehet beszerezni, vagy pedig rendelni kell, viszont annyira jók és annyira kiemelkedően jók az itthon kapható termékekhez képest, hogy úgy érzem, hogy muszáj róluk beszélni, és muszáj őket kiemelni. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok arra a 10 termékre, amik között vannak sminkek és arcápolási dolgok is, amik szerintem muszáj, hogy meglegyenek minden lánynak, és sajnos Magyarországon nem szerezhetőek be, akkor tartsatok velem. És akkor kezdjük is a smink termékekkel, azok közül is a kedvenceimmel, amiket szerintem tudjátok, hogy a rúzsok, élek halok a rúzsokért, és tényleg nagyon-nagyon szeretem őket. És a Wet n Wild márkának elképesztően jó rúzsai vannak, ráadásul baromi olcsón, szóval körülbelül essence árkategóriáról beszélünk, 6-700 forintba kerül egy rúzs azok közül, amiket mutatni fogok, viszont minőségben szerintem nem lehet ennyire jókat kapni Magyarországon. Itt látható a kis Wet n Wild rúzs kollekcióm, ebből 4 darab, ez a 4, ezek mattak, és föl is húzigálom szerintem a kezemre gyorsan, hogy lássátok a színeiket, és azt az intenzitást, amit egy húzással el lehet érni, mert tényleg elképesztő, hogy éppen csak hozzáérintem a kezemhez, és már milyen színük van. Aztán mindjárt az árnyalatokat is elhadarom mellé. Oké. Szóval itt látható a 4 színminta, és egy húzással került föl az összes a kezemre, egyiket sem húztam át többször. Mondom gyorsan sorban, az első, tehát ez a legalul lévő, ez a Cinnamon Spice árnyalat. A következő, ez a piszkos rózsaszín, ő a Wine Room névre hallgat. Aztán a nagyon sötét lilás, az a Cherry Bomb névre hallgat. Ez a kis korallos pedig a Coral Eye nevet viseli, korallkötőjel Eye, tehát ilyen kis provic is van benne. És van még egy Wet n Wild rúzsom, ami nem a matt kollekció tagja, hanem a Velvet Shine, vagy valami ilyesmi a kollekció neve, ami viszont hihetetlenül krémes, szintén egy-két áthúzással baromi élénk színeket lehet vele elérni. Ez egyébként a Hot Paris Pink árnyalat. A matt rúzsok eléggé szárítják az ajkakat, tehát nagyon fontos aláhidratálni, illetve hogyha egész nap ezt viseltük, akkor éjszakára is jó vastagon bekenni ajakápolóval, vagy vazelinnel akár az ajkainkat. Viszont azt kell mondjam, hogy megéri a szenvedést, már-már tényleg szenvedés tud lenni, mert tényleg baromira szárít. Viszont annyira tartósak és annyira élénkek tényleg a színeik, hogy én el sem tudom képzelni őszintén szólva, hogy például az őszi időszakban, amikor én sokkal jobban szeretem például a matt ajkakat, hogy ezek nélkül csináljak bármit is. Nagyon-nagyon szeretem őket, tényleg vigyázni kell velük, és nagyon durván hidratálni alájuk, illetve utánuk is, de megéri értük, mert tényleg nagyon-nagyon jók, és ahogy már említettem, körülbelül 600 forintért be lehet őket szerezni. Én a Beauty Jointról szoktam rendelni, de biztosan máshonnan is lehet. Ez a Velvet pedig nagyon-nagyon érdekes, mert hogy nagyon krémes, nagyon fényes, ez van egyébként az ajkaimon is most éppen, de ettől függetlenül nagyon tartós is. Szóval amikor először fölkentem, akkor úgy húztam a számat, hogy hát ez nem lesz túl jó, és hogy ilyen fölkenem és egyből le is jön majd típusú, mert tényleg annyira krémes és annyira lágy, főleg így nyáron. De ehhez képest, és tényleg olyan érzés, tehát hogy tényleg érzem, hogy nedves és ilyen csúszós, krémes,
egyáltalán nem kellemetlen, de mint egy ajakápoló olyasmi érzetet hagy az ajkakon. De ettől függetlenül órákkal később, evéssel, ivással később is fönnmarad, úgyhogy ezek között is érdemes lehet szétnézni. Egyébként el tudom képzelni, hogy ezt egy kis púderrel vagy zsepivel lemattítsam, és akkor valószínűleg még tartósabb lenne, de így is nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. A másik az tényleg olyan a matt termékcsalád, hogy reggel felkenem, és este még ott van mozdulatlanul. Ezt evések után azért érdemes megigazítani, de egy ilyen szolidabb, rántott húsos, késes, villás, abszolút nem zsíros kaját lazán kibír ez is. Nyilván egy hamburgert nem. A másik viszont a hamburgert is, a legtocsogósabb, szaftosabb fajtát is, úgyhogy az tényleg zseniális. Mindig egy ajakra való termék, ez viszont már Ázsiából érkezett. Ez a Holika Holikának a Holy Berry Tint névre hallgató ajak tintája, ami egy nagyon híg, olyan, mint egy málna szörp termék. Egy kis szájfényhez hasonló applikátora van, és egy nagyon-nagyon érdekes, vízes állagú termék. Itt látható. Itt sokkal világosabbnak tűnik a kézfejemen, és kicsit meg is ül a ráncocskákban, viszont az ajkakat gyönyörű szépen feltölti, szóval abszolút nem rajzolódnak úgy ki a ráncok, mint itt a kezemen. Nem tudom egyébként, hogy kézfejem miért csinálja ezt. És ez az a fajta termék, ami az ajkakat színezi el, szóval ez belemászik gyakorlatilag a szövetekbe, és hát emiatt ez totálisan lerobbanthatatlan tényleg. Szóval ezt még a sminklemosó sem szedi le, úgyhogy ha esetleg még suliba jártok, és nem lehet sminkelni, főleg nem ilyen élénkebb színeket, akkor ne kenjétek föl előző este, mert látszani fog még másnap is. Én ezt egyébként piros, illetve nagyon sötét pink rúzsok alá nagyon szeretem alapként használni, mert így bár nem az eredeti rúzs szín marad meg az ajkaimon, viszont nem kopik csúnyán, mert hogyha kopik, akkor alatta ez van, ami szintén egy nagyon szép és élénk szín, úgyhogy ezért is érdemes szerintem pénzt kiadni. És a koreai webshopok ráadásul ingyen szállítanak Magyarországra is, meg az egész világra, úgyhogy a Joyce vagy Joyce-t is, illetve a BeautyNet Koreát is nagyon tudom ajánlani, de egyébként a BeautyNet Koreának van eBay-en egy eladó, aki a webáruház cuccait árulja, úgyhogy hogyha eBay-ről szeretnétek, akkor akár onnan is biztonságosan meg tudjátok rendelni, és biztos, hogy nem másolatot kaptok. Még maradok a sminktermékeknél, de tovább bevezek a szemre, és a következő az egy BIPA saját márkás, tehát Ausztriában kapható IQ Cosmetics márkájú Velvet Shine Shadow Cream, ami nagyon hasonlít így tégelyében és megjelenésében a Maybelline Color Tattoo-hoz, viszont annál sokkal-sokkal jobb minőségű. Számomra a Color Tattoo-k azok... vannak, szeretem őket, de abszolút nem must have termékek, szóval simán tudnék nélkülük élni, és most is őszintén szóval, ha belegondolok, nem emlékszem, hogy mikor használtam bármelyiket is utoljára, szerintem még ősszel egyébként, úgyhogy számomra azok jó, hogy vannak, szeretem őket, de abszolút nem érik meg az árukat, és nem olyan tartósak, mint amiről sokan beszélnek. Biztosan bőrtípustól is függ, illetve egyébként körülményektől, nekem mondjuk nagyon hajlamos felmelegedni az arcon. Elég hülye bőröm van, és elég máshogy viselkedik, mint a normális embereknek szerintem. Viszont ez a termék, ez nekem tényleg lerobbanthatatlan. Gyönyörű szép a színe is egyébként, bár nem teljesen olyan, mint a tégelyben. Itt egy ilyen nagyon kis piszkos kéknek tűnik. Elképesztő módon krémes, sokkal-sokkal krémesebb, mint a Color Tattoo-k. Már-már folyékony, szóval stabilan benne van a tégelyben, de nagyon-nagyon krémes, sokkal krémesebb tényleg, mint azok, sokkal puhább. És itt látható a színe, gyönyörű szép. És amit nagyon szeretek benne egyébként, hogy bár egy ilyen nagyon élénk kéknek tűnik, és itt a kezemen is, viszont a szemhéjon valami miatt egy kicsit szürkésebbbe vált át,
Nagyon szépen el lehet dolgozni, itt láthatjátok, hogy sokkal világosabban is és szolidabban is föl lehet vinni. Tényleg nagyon-nagyon szépen el lehet satírozni, akár újjal is. És én azt vettem észre, hogy ez szemhéjalapként is jó, ugyanúgy, ahogy a kolortatuk például, viszont e fölé, hogyha nem teszek semmilyen porellagú terméket, akkor is fönnmarad egész nap, úgyhogy ezért mondom, hogy szerintem sokkal jobbak, mint a kolortatuk. És egyébként az áruk is körülbelül fele annyi, úgyhogy így is jobban megérik. A következő termék az egy IBS darab, ami szerintem semminek nem a másolata, hanem egy ilyen sima kis IBS gagyi cucc, ami szerintem kategóriájában verhetetlen. Ezt persze azért is mondom én, mert hogy a vörös hajhoz a vörös szemöldököt elég nehéz reprodukálni, úgyhogy szemétpúderekkel, illetve szájceruzákkal szoktam ezt megoldani. Vörös hajúaknak szemöldökre való termék szerintem Magyarországon nincs, vagy lehet, hogy ilyen megbe van, de normális áron nincs. Ez viszont egy kis csoda. Ez egy ilyen nagyon-nagyon picike, spirálos megoldású szemöldök formázó termék, amivel az utóbbi hónapokban gyakorlatilag amióta meleg van, azóta csak ezzel volt megcsinálva a szemöldököm. Láthatjátok, hogy nagyon szép a színe, nagyon szép, világos, rézvörös árnyalatot ad, de mégsem néz ki hülyén, tehát azért szolidabb egy fokkal, mint a hajam. Nagyon könnyű kezelni, nagyon szép a színe, és abszolút nem igényel szerintem porral vagy ceruzával való kitöltést, szóval annyira szépen beszínezi a szemöldököt is, illetve a szálacskák között is a bőrt, hogy bőven elég csak ezt az egy terméket használni. Ráadásul fixálja is a szálakat, tehát amióta ez, vagy amikor ezt használom, akkor soha nem borzolódnak össze, és mindezt úgy teszi meg egyébként, hogy nincs az a fura kemény érzés, hanem teljesen puhák a szemöldök szálak, csak egyszerűen úgy ott megálltak, ahol én beállítottam őket. Úgyhogy ez egy IBS termék, és azt hiszem, hogy ez csak vöröshajú lányoknak van, szóval, hogy ez vörös különböző árnyalataiban kapható, de hogyha vörös a hajatok, és ti is szenvedtek azzal, hogy nem találtok megfelelő terméket a szemöldökötökre, akkor ezt mindenképpen javaslom, mert nagyon olcsón, nagyon jól működik, és ahhoz képest, hogy ilyen picike, körülbelül 2 hónapja használom már, és még mindig van benne, úgyhogy nem is fogy túl gyorsan. Az utolsó sminktermékről nagyon-nagyon sokat beszéltem már, és nagyon-nagyon sokan beszéltünk már róla. Ez szerintem mindenhol kapható egyébként Európában, vagy külföldön, csak nálunk nem, és ezért mérges vagyok a Maybelline-re eléggé. Szerintem a Maybelline márkából már sejthetitek, hogy miről van szó. A kis kedvencem az Instant Anti-Age Effect Color Makeup korrektor, folyékony korrektor, szem alatti karikákra vagy bőrvilágosításra ajánlatos. Ez a 03-as fair árnyalat egyébként. Jaj, a kéknél nem mondtam, hogy Petrol Number 4 árnyalat. Szóval nagyon-nagyon tetszik az applikátora, imádom, hogy ilyen kis szivacs van a végén, amivel nagyon könnyen és kíméletesen föl lehet vinni a terméket. Ami pedig benne van ebben az üvegben, az egy csoda. Szóval ilyen fedést és ilyen hidratálást, szóval amikor ezt használom huzamosabb ideig, akkor nem szoktam szemkrémet használni, és a hidratálót sem viszem föl ide, mert annyira jól hidratálja is ezt a területet, nagyon fáj a kezem. Annyira jól hidratálja is ezt a területet, hogy elképesztő. Úgyhogy nagyon-nagyon ezt szeretem, ezt nagyon tudom ajánlani, és bár nem olcsó termék, de nagyon sokáig is elég, úgyhogy ezt tényleg csak ódákat tudok róla zengeni, és nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. Ez 3000 forint körüli áron kapható, és tényleg szerintem az európai országokban mindenhol, csak nálunk nem. Bár azt mondtam a videó elején, hogy sminkek és kozmetikumok is lesznek ebben a videóban, és hogy 10 dolgot fogok mutatni, viszont úgy tűnik, hogy elég sokat beszélek megint, és nem szeretnék nagyon hosszú videót. Úgyhogy én ezt most itt akkor a sminkeknél le is zárom. Szerintem ezek azok a sminktermékek, amiket mindenképpen be kell szerezni, hogyha
külföldön jártok, vagy külföldi webshopból rendeltek, mert tényleg fantasztikusan jók, és kategóriájukban szerintem verhetetlenek. Szóval ezek tényleg olyanok, hogy Magyarországon ilyeneket én még nem találtam legalábbis. Lehet, hogy vannak, de én még nem találkoztam velük. Úgyhogy akkor én ezt itt most lezárom, legyen ez egy külföldi sminkes videó, és akkor mindjárt fölveszem a másik felét, és azt majd a későbbiekben fogjátok látni, ahol kozmetikumokat fogok mutatni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok, remélem tetszett ez a videó. Írjátok meg, hogy szerintetek mik azok a termékek egyrészt, amik szintén csak külföldön beszerezhetők, és belekerülhettek volna ebbe a videóba, mert vannak annyira jók, hogy nincsenek olyanok Magyarországon. Illetve azt is írjátok meg, hogyha az említett termék kategóriákban ti tudtok olyan terméket, ami itthon kapható, nem túl drága, és van olyan jó, mint ezek a dolgok, amiket mutattam. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, keressetek meg Instagramon, Facebookon, Google Plus-on, és nézzetek be a blogomra, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!